Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben bemutatjuk a Vörösmarty Színház művészeit, vendégem pedig Molnár G. Nóra, egy új szerzemény, ha úgy tetszik, aki az elmúlt esztendőben szerződött Székesfehérvárra, csak sajnos nem láthattunk még színpadon tekintve, hogy mármint, hogy főszerepekben, ami majd adatik neked, én bízom benne. Mert hogy ugye a koronavírus járvány, a pandémia ezt meghiúsította, ennek ellenére azonban örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen, végre. És hát Zentán születtél, azt nagyon is jól tudjuk, hogy Délvidék legmagyarabb városa, gyönyörűséges. Itt már váltottunk néhány szót, hogy jártunk arra még az egységes Jugoszlávia idején. Milyen volt a gyermekkorod Zentán? Még egyszer mondom, egy tipikus magyar településen. Szerintem nekem nagyon boldog gyerekkorom volt. Nekem van egy nővérem és egy húgom, és mi ugye magyar általános iskolába is jártunk, meg magyar gimnáziumba is jártam én Zentán, de 85%-a magyar volt akkor még, amikor én születtem a Zenta községnek, és 25 000 személyt számlált maga a község, most már sokkal kevesebbet sajnos. De hogy az ottani élő szerbek is beszélnek magyarul, és igazából mi is annyira, amennyire kellett, mi is megtanultunk szerbből. Tehát, hogy van egy ilyen közös nyelv ott, ami egy kicsit kevert a kettőből. Én nagyon-nagyon örülök annak, hogy a Tisza mellett nőttem fel például, tehát én nagyon tiszai lány vagyok. Még egyszer át is úsztam, amit nem is tudom, hogy a szüleim tudnak-e, mert én nagyon kicsi voltam. És akkor megfogadtam, hogy soha többet nem úszom át. Szóval, hogy én nagyon-nagyon szeretem Zentát, és nekem ott vannak a nagyszüleim, ott vannak a szüleim, ott vannak, most már van két öcsém is, kicsikék, ők is még ott élnek. Tehát nekem az egész családom és nagyon sok barátom is ott maradt. Rengetegen eljöttek zömével Magyarországra, de akik ott maradtak, ők szerintem ott is fognak. Tehát Zent, ahol még néha az angyalok is mosolyognak? Igen, hát teljesen. Szerintem nem csak néha, hanem mindig. No, milyen volt a gyermekkorod? Ugye szerető család vett körül, az rendben van, viszont voltak-e már csírái annak, hogy érdeklődsz a versmondás, a színészet iránt? Én táncoltam 4 éves korom óta, jazzballettoztam Zentán, és 14 éven keresztül. És szerintem nálam inkább a tánc volt az, ami így előrefelé vitt. Nagyon sokáig szerettem volna táncos lenni, csak ugye Szerbiában vagy Vajdaságban, ha úgy nézzük, szerintem Újvidéken vagy Beográdban lett volna erre lehetőség, és az is inkább klasszikus balett, amit nem gyakoroltam gyerekkorom óta. És gimnázium 3. évén mentem el először a színházba, és akkor Shakespeare szonetteket szavaltunk. Vukaszávjev Iván akkor kezdte el újraépíteni az amatőr társulatot, és az első előadásunk az a Kis Herceg volt, a második pedig az Antigoné. És ebben a kettőben voltam én színészként, és a harmadik az pedig a Cselédek Jean Genet-től, amit viszont már 2 barátnőmmel plusz egy zeneszerző vagy egy zenészlánnyal, tehát így 4-en közösen csináltunk meg, közösen rendeztünk, közösen játszottunk, közösen írtunk. Dramaturg nélkül mi ott húztuk, ahogy éppen gondoltuk az egészet. Szóval én akkor találkoztam igazán először a színházzal, és akkor kezdett el bennem ez így munkálódni, hogy ez tehát megérlelődött benned az érdeklődés a pálya igen, iránt. Igen. És hát, amikor végeztél a középiskolába, egyenes utat vezetett a Művészeti Akadémiára Újvidékre? Egyenes utam vezetett, beadtam a jelentkezésemet Szegeden pszichológia szakra, meg feljöttem a kortárstánc művészeti főiskolára felvételizni, de egy nap után azt hiszem, hogy itt is hagytam, és utána lementem Újvidékre. És hát nálunk azért ez egy mostoha dolog volt abban az évben, mert 3-an felvételiztünk összesen. Tehát, igen, ezt olvastam, ez érdekes. De egyik oldalról lehet, hogy ugye, tehát nincs társaság, nincs kire figyelni, viszont nagyobb felelősség a pedagógusnak, a tanárnak. Igen. És nagyobb felelősség nektek. Nekünk sokkal nagyobb volt. Tehát a pótfelvételire jött még 3 fiú, így lettünk 5-en elsőben. De végül 4-en fejeztük be az egyetemet, és az akadémiát. De hát
Tehát nem volt olyan, hogyha, nem tudom, tehát a gimnáziumban én emlékszem, hogy azért én ilyen nagyon bújós voltam, hogyha felelések voltak, hát ezt azért a négyen nem lehetett megcsinálni az akadémián, tehát hogyha valamiből vizsga volt, vagy bármi, akkor ott az egyértelmű volt, hogy mi jelenetet mutatunk, tehát nincs az, hogy ott vagyunk tizen, és akkor hát, ha nem jutok sorra. Milyenek voltak a tanáraid? Ugye Hernyák Győrről gyakran beszélsz, mert hát a pályakezdést nagyban segíti, hogy milyen az osztályfőnöke valakinek. De nyilván sokkal többet foglalkoztak veletek, ez javadra vált, javatokra vált? Igen, a javunkra vált meg. Ugye az akadémia alapvetően szerb nyelven folyik, és két évente van magyar osztály, és abban az évben, amikor én felvételiztem, szerencsére pont indult szak, mert sokszor megtörténik az, hogy várnia kell egy évet ugye a felvételizőnek, és nekem Pálfi Ervin volt a segédtanárunk, aki másodév után kénytelen volt sajnos elmenni, mert túl sok, hát nem is a túl sok, hát nagyon sokat dolgozott Szabadkán, és igazából ez egy nagyon pozitív dolog, hogy ő rengeteg munkát kapott és szerepet, de mi nagyon sajnáltuk, hogy ő elment, és ő utána jött Táborosi Margaréta, aki pedig lett helyette ugye az osztályvezető segéd. Hát... Szigorúak voltak hozzátok? És a másik kérdés, ami talán még fontosabb, mennyit segített az amatőr színjátszó múltad abban, hogy felvedd azt a ritmust? Én szerintem nem segített, hanem inkább ellene ment. Tehát én azt gondolom, hogy nálam radikálisan voltak olyan dolgok, amiket ki kellett nevelni belőlem, amit én felvettem stílusjegyeket, vagy nem tudom, gondolatmeneteket amatőr koromban, hogy én azt gondolom, hogy az úgy jó. És amikor elmentem az egyetemre, akkor rájöttünk arra, vagy hát úgy, hogy az évek alatt, ahogy tanultunk, rájöttünk arra, hogy ez ki kell nevelni belőlünk, mert valójában szerintem egyáltalán nem hasznos a színpadon. De egyébként, szóval az nagyon fontos, hogy Hernyák György, ő egy fantasztikus ember, egy nagyon nagy elme, én azt gondolom, és nekem ő egy nagyon példaértékű tanárom volt. Én a mai napig nagyon nagy tisztelettel vagyok felé, rengeteget anekdotázott, nagyon sok mindent mesélt nekünk a szakmáról, de nem csak a szakmáról, nem csak a színházi szakmáról, politikáról is beszélt nekünk rengeteget, különböző fajta művészetekről, de még akár utazásokról, tehát ilyen, nem tudom, rengeteg helyen járt ő is, vitt bennünket kirándulni például, tehát hogy megvolt ennek a miértje, most ez egy hosszabb kifejtést érdemelne, de hogy nagyon, nagyon figyeltek arra, hogy több rétűeknek neveljenek bennünket. Világos. Innét folytatjuk a színházzal, ugyanakkor hadd kérdezzem már meg, a délszláv háború milyen nyomot hagyott bennetek? Hiszen ez egy szörnyű állapot volt, mi itthon Magyarországon is aggodalommal figyeltük a történéseket. Hát... Én amikor 92-ben megszülettem, akkor ugye már a háborúba születtem én is bele, a nővérem is és a húgom is, és nekem ilyen emlékfoszlányaim vannak, hogy volt egy óvoda, ahova mi jártunk, és amikor jöttek a bombázások és a NATO-nak a repülői, akkor átvittek bennünket a homoki óvodába, ami egy ilyen bunkerre épült óvoda, mai napig megvan zentán, és például én kislánykoromban nagyon sokszor oda lenéztem, volt ott egy rács, és volt ott ilyen, hogy mondják ezt, ilyen vajkrémes kés, amivel a vajkrémet, tehát ami nem éles. És emlékszem, hogy rengeteg történetet találtunk ki, hogy ott vajon mi történhetett oda lent, és hogyha majd itt jönnek a bombázások minket, és oda levisznek, akkor mi lesz velünk. Szóval nekem ilyen gyerekkori játékemlékeim, élményeim vannak. Emlékszem arra, hogy tüntetni mentünk ki, és apunak a nyakában ülök. De engem ez a téma, mint olyan, meg ez az egész, ez engem azért érdekel nagyon. Én ezért is kezdtem el ezzel foglalkozni tavaly egy előadás kapcsán, mert én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb traumákat éltünk mi ott át, mint ahogy én erre most így naívan vissza tudok emlékezni. Világos. Folytassuk a színházzal. Mi mindent lehetett megtanulni? Készen voltatok a diplomaosztókor? Hiszen ez egy kulcskérdés mindig, hogy valaki már teljesen tudatosan készül a színészi létre, tehát az akadémián túl,
vagy pedig még mindig úgy érzi, hogy még nem kész, még van mit tanulnia, és kell is. Azt persze az örökké tartó folyamat, igen, azt tudjuk. Hát én mindig azt gondolom, hogy én nem leszek kész, sosem. Hogy mondjam, mi negyedévben, amikor negyedévesek lettünk, ugye akkor döntöttem én el, hogy szeretnék felvételizni Budapesten, ott fél év környékén, és igazából én ott már elkezdtem tudatosan a felvételire készülni, tehát hogy nekünk egy fél éves felkészülésünk volt akkor a diplomaelőadásunkra, amit megcsináltunk, és amellett én még erre a felvételre is készültem. Én azt gondolom, hogy harmadéven volt egy váltása az osztályomnak, tehát ott harmadéven fenn voltunk fél évet Budapesten. Ugye volt ez a testvér kapcsolat a két egyetem között, és mi fent voltunk egy fél éven keresztül, és volt osztályfőnökünk, nem tudom, voltak óráink különböző osztályokkal összerakva, és szerintem ott volt egy váltás nekünk, négyünknek, hogy nem csak azt láttuk meg, nem csak azt látjuk magunk körül, amilyen színház vajdaságban van, vagy mondjuk a Desirée-re, amit elhoznak Európából előadásokat, hanem itt a magyarországi, budapesti konkrét előadásokra tudtunk eljutni, megnézni, és ez szerintem egy nagyon nagy élmény, és egy nagyon nagy, nem tudom, ilyen löket volt bennünk, hogy hogyan lehet még. Tehát ez volt az indítatás. Igen. Nehéz volt egyébként a döntés, hogy egy olyan szakot válasz rendező-koreográfus, ami még itthon Magyarországon is új volt, hiszen ezt tudjuk, hogy 2009-et írunk, amikor Horváth Csaba, a mi barátunk, kitalálta ezt az egészet. Neki meg volt az indítatás, igen, az egyértelmű, hiszen a múltja, jelene és szerencsére a fényes fehérvári jövője is ezt bizonyítja. Hogy ebbe belevágsz? Ez azért volt nagyon nehéz, mert én tudtam volna maradni színházaknál otthon, tehát lehetőségem lett volna szerződni, és hát én egy eléggé lokálpatrióta lány vagyok, tehát én nagyon-nagyon-nagyon szeretem Vajdaságot. Én úgy is vágtam ebbe még annó bele, amikor feljöttem, hogy én úgy is visszamegyek. És hát nyilván az élet közbeszól, tehát hogy azért itt, nem tudom, mint a munka, mint a szerelem, mint a barátok azért ide láncolnak. De emiatt nagyon nehéz volt elhagyni a családomat, teljesen más országba költözni. Illetve hát nem beszélve arról, hogy én, ugye a Margréta ott a Csabánál végzett az előző osztályban, tehát valamilyen képen volt arról, hogy itt mi történik, vagy mi történhet ebben az osztályban. De ennek ellenére a fizikai színház, a mozgás színház az még új volt nyilván. Az teljesen új volt, de hát pont amiatt is, mert ez szerintem nálunk még mai napig új lenne. Tehát, hogy egy olyan terep ez, ami szerintem még itt Magyarországon is szerintem nincsenek még meghúzva úgy a határa, és nem is biztos egyébként, hogy meg kell. Ő nyilván ennek a Csaba egy nagyon-nagyon erős kulcs szereplője, és azt gondolom, hogy nagyon nagy létjogosultsága van ennek a műfajnak. Bizony. És hogy egyre többen egyébként használják. Hadd idézem Horváth Csabát, itt mondta abban a székben, ahol most ülsz. Dolgozunk és keresünk, anyagokat próbálunk megfogni, összegyúrni, és sok esetben kifejezetten a komplexitás megteremtésére törekszünk, vagy pedig éppen ellenkezőleg eldobálunk kifejező eszközöket, és az egyszerűség felé megyünk. És így fejezi be, a tánc, a szöveg, a zene és a képzőművészet egysége természetes a modern színházban. Akkor ezt volt alkalmad megtapasztalni. Volt. Mi fogadott itt a Csaba csapatban? Hát mondjuk a felvételin, vagy mire gondolsz? Úgy általában, hiszen felvettek, azt tudjuk. Elhatároztad magad, azt tudjuk, hogy a tehetséged megvolt hozzá. Ugye komplexitást igényel, a tánctudásod nem különben, az elképzeléseidet szintén. Hát... Figyelj, az biztos, hogy ez egy számomra az életem egyik legizgalmasabb, főleg az első 3-4 év, tehát hogy ugye már az utolsó két évben már azért magunk dolgozhattunk sokat, de az első 2-3 évben az a temérdek óra, az a rengeteg tanár és rengeteg alkotó, akikkel mi találkozhattunk, és az a sok-sok... nem tudom, gondolat, elmélet, hozzáállás, tapasztalás, rengeteg olyan dolog, amiben mi beletekintést nyertünk, és egyáltalában
volt lehetőségünk mindezt megélni, az szerintem fantasztikus. Tehát... Ki mindenki volt hatással rád? Ami hát, elkísér máig. Ez olyan érdekes, mert hogyha elkezdeném így sorolni, akkor mindig kihagyok valakit, aki utána, nem tudom, közben meg ő is, és ő is, és ő is. Tehát Horváth Csaba nyilván, Horváth Csaba Zsoltér nyilván. Nem különben, Zsoltér. És így tovább. Hát az egyértelmű. De mondjuk, hogyha így mondom, akkor például Karsai György, vagy Fuchs Lívia. Tehát nekem az elméleti tanáraim is olyan személyek voltak, akik, tehát a Fuchs Líviának a könyveit én olvastam előtte, és amikor megtudtam, hogy ő tanítani fog, akkor én úgy mentem be mindig az óráira, hogy úristen, hát ő egy olyan elme nekem, tehát nekem az, amiket ő alkotott, vagy összeszerkesztett, és amennyire nyitott a tánc színház világa felé, meg nem csak a felé, de hogy tehát nekem ez nagyon izgalmas volt vele dolgozni, vagy vele találkozni. Mekkora kihívás volt a saját évfolyamtársaidat rendezni? Mert hogy az egy következő lépcső nyilvánvaló, és úgy rendezni, amit elsajátítottál, és plusz a magadét is hozzátetted nyilvánvaló a rendezéseidben, ami a lelkedből, a szakmai tudásodból fakad. Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nálunk Csaba szerette volna, hogyha néhányan rendezünk, és én is köztük voltam, és elkezdtem csinálni akkor ugye második végén a Jermát. És ez bent a hevesi teremben, tehát kicsi térben néhány osztálytársammal, és meg egy külsős színész fiúval. És hát őszintén az nagyon jó volt, hogy olyan emberek voltak mellettem a csapatban, akik bíztak bennem, akik elfogadták azt, amit, hogyha én valami olyan dolgot is mondtam nekik, amivel ők esetleg nem értettek egyet, akkor nem az volt, hogy jaj, ezt nem áll, ne csináljuk, nem próbáljuk ki, nem tudom, hanem tényleg teljes odaadással mindent, amit kitaláltam, megpróbáltak. És amikor harmad éven ez átkerült a nagy színpadra, és lett neki egy vizuális látványa, egy erősebb, mint ami a kicsi térben megszületett, én nagyon szerettem azt az előadást, de én soha nem voltam olyan stresszben minden előadás alkalmával. Tehát én, ha fenn vagyok a színpadon, nem izgulok annyira, mint amikor ott oldalt folyamatosan így álltam és néztem a saját előadásomat. Szóval ez egy nagyon-nagyon, nekem ez egy nehéz dolog, mert én valahol mindig azt gondolom, hogy én nem vagyok még kész, nem is hiszem, hogy talán kész leszek, vagy nem tudom, arra, hogy én rendezzek embereket, én mondjam meg, hogy hogyan és mint legyen, de közben van bennem egy ilyen hajlam, van bennem egy ilyen akarat, van bennem egy ilyen vizualitás, egy ilyen szándék, és ez valahol kitörik, tehát, hogy nagyon érdekes ez az egész. Például a Csöndnél, amit most csináltam, ott két nálam idősebb színész is benne van, két szerintem fantasztikus két színész, és én rettegtem, mielőtt még találkoztam velük, hogy vajon én ezt hogy fogom kezelni őket. De sikerült. Sikerült. Kiteljesedtél egyébként? Abban? Abban, hogy a rendezéseid is egy teljesen más, nyilván más elven működnek. Vagy megmaradtál a színész Molnár G. Nórának, aki rendez is, és koreografál? Hát figyelj, illetve az a dramaturg is egyben. Az az igazság, hogy ez nagyon-nagyon nehéz. Nekem a szakdolgozatom is erről szólt végig, hogy itt van ez a négy szakma, ami négy különböző, teljesen egy embert igénylő dolog, és hogy közben viszont ez egy emberben hogyan tud lecsapódni, hogy mikor van az, amikor én színészből állok fenn a színpadon, és nem tudom, mondjuk az Iván rendez, és én belül valami megszólal, hogy de nem úgy kellene, mert hogyha oda menne, akkor az sokkal jobb lenne, és úgy mondaná. Tehát, hogy a rendezőt nem lehet kikapcsolni a fejembe. Akkor, hogyha len vagyok rendezőként, akkor meg lehet, hogy azt érzem csomó esetben, hogy miért nem mondja úgy, ahogy én mondanám, hogy mondja, majd megmutatom neki. De hát ez egy nagyon rossz dolog, tehát nem kell, vagy hát nem tudom, tehát van, aki megmutatja, van, aki nem. Szóval, hogy ez ebből a szempontból ez nagyon nehéz. Tehát ki kívánkozik belőled, mondjuk, hogy szavaimat, hogy ölt, hogy szárnyát szegd a dalnak, jogot te önjelölt, kitől kaptál, ha kaptad? Igen. Ilyen módon? Igen. Mi hozott Fehérvárra? Hát elsősorban az, hogy amikor mi először itt voltunk, én nagyon megszerettem ezt a színházat és ezt a csapatot.
Tehát amikor a Chicago alatt mi ide kerültünk, akkor nekem ez egy nagyon-nagyon jó élmény volt. Nyilván a Csaba miatt került ide az osztálynak egy része. Meg a Chicago is, tegyük hozzá. Meg a Chicago is, igen. És nagyon jó élmény lett ez az egész előadás. Tehát nagyon szerették a nézők is, és mi is nagyon szerettük, és nagyon összekovácsolta is ezt a félig itteni, félig budapesti csapatot. Korán sem véletlen, tehát az elismerés a legjobb színházi produkció ebben a kategóriában. Igen, 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 tényleg. Úristen, de rég volt már. Úgyhogy igazából ebből indult ki nekem a szeretetem Székesfehérvár iránt. Azután, amikor befejeztük az egyetemet tavaly, akkor adódott egy lehetőség, és én nagyon örültem, amikor engem ide hívtak, és nem is gondolkodtam azon, hogy azt mondjam, hogy igen vagy nem, hanem egyértelműen nagyon szívesen jöttem. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a társulatot. Az elmaradt előadásaidat pótolod Pesten? Lesz, amit igen, és lesz olyan, amit nem biztos, hogy már elővesznek. Jó, tehát elindul az élet. Egyébként hogy telt a pandémia ideje alatt? Hiszen azt tudjuk, hogy a filmet ott voltál a srácok kiválogatásában, és az pazarul sikerült, ezt mindenki elmondhatja, aki ott volt a Művészkorzón szombaton Fehérváron. Remek koreográfia Rovó Tamásnak köszönhetően, ott van Hargita Iván, és ti is jól dolgoztatok, hiszen ha körülnéztünk, az a sok-sok fiatal megerősítette, hogy vannak tehetségek, fiatal tehetségek Magyarországon. Persze. Az ilyen az elégedettséggel tölt el? Engem a fiatalokkal való munka az mindig azzal tölt el. Én nagyon szeretek a fiatalokkal dolgozni, mert valahogy olyan energiákat tudnak képviselni szerintem, amiből én is abból tudok legtöbbet visszanyerni. Tehát ez hozzátartozik a rendezői vénáthoz. Igen. Mire készülsz most, itt a nyár kellős közepén, vagy korai még kérdeznem? Hát nem, igazából amit így tudok, most ugye a Fémnek két hét már bemutatója, vagy ilyen előbemutatója fog lenni, és arra készülünk. Ezután pedig nyári tábor lesz itt Fehérváron, amiben részt veszek én is, mint oktató. Egyed Attilával karöltve. Azután pedig szeptemberben ugye elővesszük a darabokat, amelyek elmaradtak. Én pedig már készülök, mert októberben kezdek el rendezni a Pelikánba egy 4 személyes abszurd, szürrealista játékot, és azt szeretnénk újrafordítatni, vagy hát nem is az újrafordítatni, mindegy, tehát egy új szövegkönyvet szeretnénk írni ketten a dramaturggal. És akkor ezzel nekem van munkám előtte, jócskán. Jó, hát akkor ehhez kívánok készülést, mi is készülünk rá, hiszen a színház nélkülünk, nézők nélkül nem színház, azt tudjuk, tehát az online tér ez nem a színpadra való, mondom én. Köszönöm, én is ezt gondolom. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, és köszönöm, hogy itt vagy velünk. Köszönöm és szépen. Bízom benne, hogy minden székesfehérvári színházrajongó előbb-utóbb láthat a színpadon is. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Molnár G. Nóra volt, a Vörös Marti Színház színművésze. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!